Nézd meg, hogy megnézd. Ennyi. Ennyi. Hogy valami baj van. Azt hiszem, mi most itt képben hangban vagyunk. Ez már adásban van? Igen. Ilyenkor kell vigyázni. Most komolyan? Úgy tűnik. Nem tudom, hogy mióta. Van? Jó, a Balázs ezt már kikérte magának. Én inkább csak megdöbbentem, nem arról beszélek, hogy én kikértem volna magamnak, hanem is szembesülni vele, azért az mindig nagyon nehéz. Te beszélsz. Így, akkor elmondjuk, hogy hát nekem van szülinapom, nem neked, miért neked kell szembesülni? Jaj, nekem jobban fáj a háta, mint neked, az biztos. Na szóval. Na jó, de egy nő, tehát az... Próbálnék úrrá lenni a káoszon, megenged. Keresztes Ildikó, előadó művész. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, kívánok. Akit az Isten éltessen. Az alkalomból is szabad mondani kerek évfordulót, simán. Vagy akármelyet 60, de te egyébként tök mindegy. Tehát amióta ismerlek, azóta tök mindegy. Úgyhogy én így döntöttem, vagy. Hogy innentől kell, ha neked nem is, nekem biztos, hogy csak egy szám. Van egy olyan pályafutásod, aminek igen, vannak fázisai, de ennek ellenére gyakorlatilag egy ilyen folyamatosan erős jelenlét, színházban, koncertszínpadon, egy ilyen fenntartott, folyamatos sztár élet. És akkor ehhez képest történik veled valami, tavaly, ami ezt az egészet így megállítja. És én most nem a betegségről akarok beszélni, amin túl vagy, hála Istennek, és ennek fantasztikusan örülök, hanem arról, hogy ezt ezen a módon is fel kell tudni dolgozni, hogy és akkor most nincs színpad, most akkor nem fogok énekelni, most akkor az életemért küzdök, vagy most mi van? Hát először is ezen a szent helyen ülök, ahol az előbb egy olimpiai bajnok ült. És én emlékszem, hogy nyilván ez a folyamatosság, amit mondtál, ez annak köszönhető, hogy volt egy teljesen másfajta életem. Oké, én nem lettem olimpiai bajnok, de azért a tornasport azért az iszonyú fegyelmet és kitartás, munkabírást, nem is tudom, becsületet, tartást, egy csomó mindent ad. Tehát én szerintem biztos, hogy a pályámat ennek köszönhetem elsősorban ennek a tartásnak. És amikor ez a dolog kiderült, akkor ez a hát hívjuk betegségnek, én nem akarom betegségnek apostrofálni, szerintem ez egy szerencse volt. Én hálás vagyok a Jóistennek, hogy ez kiderült tavaly novemberben, aztán decemberben még letoltam ennek tudatában egy premiért a Turaida Színházban, az Ankonai Szerelmeseket, majd januárban arra vártam, hogy mikor műtenek meg. És nem mondom, hogy nem pánikoltam be először, mert amikor az ember szembesül azzal, hogy hát önnek véletlenül kiderült, hogy van egy 3 centis agydaganata, akkor az kicsit ott lemész az agyadról, és még nem lehetett megmondani az első pár napban, hogy ez most jó indulatú vagy rossz indulatú. Február 2-án megműtöttek, a kórházban azt mondták, hogy ilyen fegyelmezett beteget sose láttak. Mondtam, hát én lennék a legnagyobb hülye, hogyha nem én lennék az első ember, aki azt szeretném, hogy csináljam, és meggyógyuljam. Úgyhogy le a kalappal mindenki előtt az amerikai úton, főleg az orvosom előtt, dr. Bagó Attilán előtt, és hál' Istennek lekopogom, azóta is minden rendben van. A frizurám is megváltozott, a taxis éppen megdicsért, hogy mennyivel jobban áll ez a rövid haj. Az, hogy kiszálltam a showbizniszből 8 hónapra, igazán ezzel a fajta műtéttel akár egy évre is kiszállhattam volna, de már nem bírtam, már ficánkolt. És most visszaszállsz? Most szállok vissza. Mikor augusztus 20-án lesz az első, és hogy ez is milyen szép, hogy a Csönd éve volt című dallal fogok visszaszállni. Balázs Fecó emlékműsor lesz Egerben, a Dobótéren, a Korál együtt, az igazi Korál együttessel, nyilván akik még a zenekarban vannak. Hát Fischer Doros, mai ők, hála Istennek itt vannak. Igen, és azt gondolom, hogy ez sem véletlen, hogy pont egy ilyen... És ez összességében mennyire volt a te éved? Hogy érted? Na, hogy látod, érzed? Ez is nagyon érdekes. Tavaly szembesültem azzal, hogy idén a sárkány éve lesz, és én sárkány oroszlán vagyok. És amikor az embernek kiderül egy ilyen... Nem tudom, mi nyilasok nem hiszünk a horoszkóban, úgyhogy ezt nem bírtam követni, de figyelek. De figyelek. Mindegy, szóval hogy a sárkány éve lesz, és amikor azzal kezded az évet, hogy lesz egy, kiderül, hogy van egy agydaganatod, és megműtenek, akkor megkérdeztem a horoszkopomtól, hogy mitől lenne ez az én évem, és tényleg az én évem attól, volt. Hogy jól vagy. Életem legjobb éve volt, azt kell, hogy mondjam. Szóval én nagyon-nagyon vágytam arra, hogy kiszálljak mindenből, és egy kicsi stresszmentesen, meg megfelelésmentesen éljek, és ugye egy új keresztes Ildikó született. Tehát mentálisan is, fizikailag is, jó, kicsit megisztam, de majd leidegeskedem. Szóval, hogy... Ne, azért nyugodtan maradhatsz így.
Szóval rendkívül jó éven volt, végre a családommal lehettem, utazhattam, a kutyámmal lehettem, olvashattam, filmeket nézhettem, mindennek hódolhattam, befejeztem a lakásfelújítást, mert aki mai lakásfelújításba kezd, az tudja, hogy ez... És mondd, arra is rájöttél, hogy tudsz színpad nélkül élni? Mert ebben ez a kérdés. Igen, én eléggé fatalista vagyok, tehát azt szoktam mondani, hogy amennyire imádom, szeretem, és nekem ez a kábítószerem, nincs szükségem másra, ugyanannyira tudom magas színvonalon művelni a semmit. Igen, az egy nagyon jó tulajdonság. Az első élményem rólad veled, nem tudom, van annak már 20 éve, amikor valahogy így egy turnéra keveredtünk, és tudtam, persze Keresztes Ildikónak mindenki tudta, nekem az volt a megdöbbentő, hogy... Először is azt hittem, magasabb vagy, és, de várjál, és utána jött az, igen, de utána jött az, hogy itt van ez az apró nő, és tele van vele a színpad, hogy egyedül fölmegy, és tele van vele a színpad. Ez, és milyen jó volt veletek, emlékszem. És, amennyi... Ez milyen zenekar volt? Ez kérlek szépen, ezt ma már kevesen gondolnák, de Orbán Viktor előzenekara voltunk egy választási turnén egyébként. De a zenekar neve, Kolor? Az egy etnorokot játszottunk, mi az Ildi pedig jött a saját produkciójával. Egyébként csak mi, jó. Mindegy, nem is az a lényeg. Milyen kolor? Folkolor volt, de ennek most már nincsen ebből a szempontból jelentősége, a jelentőség annak van, hogy az ismeretség az onnan van. Igen, az, hogy tele van veled az a tér, amit éppen betöltesz. Én valahogy így bírom elképzelni azt, hogy az elmúlt hónapokat azokat is pontosan ugyanezzel az energiával ezzel vitted végig. Hát azért mondjuk az első három hónapban nagyon kellett vigyáznom, tehát ott azért slowdown volt, szóval hát fekvés, ez az élet, meg erő, stb. Energia, stb. Stb. Akarás. De igen. Volt egy nagy utazásod. Hova mentél? Arubába. Egyébként az egyik... Megint visszatérek a sporthoz, egy szertornász barátnőm, akivel még Marosvásárhelyen együtt tornáztunk, ő az útját New Jersey-ben találta meg élete párját, és ott is járt egyetemre, és ők 30 éve járnak Arubába nyaralni, nekik ez olyan, mint nálunk a Balaton, és, vagy nekik legalábbis, és 30 éve hívnak, és mindig valahogy, mindig azt hallott az Ilditől, most Ildi nem tudok menni, én ilyenkor is dolgozom, azt mondja, de most nem dolgozom, most akkor mit tudsz felhozni mentséget? És mindig az a volt. Most semmit, akkor most megyek. De most dolgozol 20-ától, úgyhogy hajrá, Ildi. Igen. Isten éltek. És várunk, és nézünk, jó, hogy így vagy, és jó, és olyan jól látni benneteket. Na, nekünk is téged. Igen. Szia, köszönöm szépen a meghívást. És így búcsúzunk önöktől is erre a hétre, legalábbis ebben a műsorban mindenféleképpen. Ugyanúgy a Spirit FM hallgatóitól, mint az ATV nézőitől is. Hétvégén nagyon meleg lesz, vigyázzanak magukra, amennyire erre van lehetőségük, aztán jövő hét úgy. Hosszú hétvége, használják ki, minden jót.